Míg a baloldali szavazótábort is elbizonytalanítják, Márki-Zay Péter megnyilvánulásai, erről beszélt az M1-en a Nézőpont intézet elemzője. Rotyis Bálint szerint emiatt egyre többen vannak a baloldalon, akik vereségre készülnek. Közben az Origo felidézte, hogy Márki-Zay Péter többször is sértegette az illegális bevándorlást elutasító magyarokat, ő maga pedig kívánatosnak tartja a migrációt. Gyurcsány Ferenc DK elnök mellett Márki-Zay Péter a migráció egyik leglelkesebb támogatója a magyar politikában, írta a csütörtöki számában az Origo a MediaWorks hírcentrum összeállítására hivatkozva. A lap arra emlékeztet a baloldali miniszterelnök jelölt programjával kapcsolatban, hogy számára milyen fontos a bevándorlók kényelme. Egy az ellenzéki pártokhoz kötődő influencernek például nyáron azt mondta, azok az emberek, akik ide érkeznek hozzánk a Kárpát-medencébe, ebbe a kis országba, érezzék jól magukat. Szerint a migránsok egy-két generáció alatt magyarrá fognak válni. Meglátogattunk Bécshez, körülnéztünk. Egy családi kirándulásról készült videójában pedig azon sajnálkozott néhány éve, hogy Brüsszel nem elég aktív a gazdasági bevándorlók integrációját illetően. Ezért szerinte Magyarország feladata kell legyen, hogy egy befogadó társadalommá váljon. Nekünk az a fontos, hogy egy befogadó, szeretetteljes társadalom legyünk, ahol ezek az emberek magyarrá válnak legkésőbb egy-két generáció múlva. Az ellenzéki politikus 2018-as hódmezővásárhelyi polgármester jelölti kampányában egy lakossági fórumán azt is mondta, a kormány csak hergeli a magyar lakosságot a tömeges bevándorlókkal szemben. A migránsoktól szerinte nem kell félni. A legnagyobb veszélyt én nem abban látom, hogy itt tömegében jönnének a migránsok, hál' Istennek nem ismerek senkit, akit bántottak volna. A DK-s Kálmán Olga által két éve írt Márki-Zay Péterről szóló Szeretemország című könyvben a hódmezővásárhelyi polgármester azt fejtegette, hogy amíg Magyarország az Európai Unió tagja, addig a kormány nem tudja megakadályozni a hazánkba irányuló migrációt, és így a mohamedán vallású bevándorlók beáramlását is el kell tűrnünk. Ez olyan, mint a migráció. Ezzel meg lehet nyerni egy választást. De nem csak a magyar kormányt támadta a következetes migrációs politikája miatt, hanem azokat az állampolgárokat is, akik ellenzik az illegális bevándorlást. Egy idei őszi fórumon sötétben tartott, trágyával etetett gombákhoz hasonlította őket. Addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és trágyával etetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát. Sötétben tartnak, és trágyával táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsodással és a többivel lehet választást nyerni. Nincs tisztában a saját helyzetével, vagy legalábbis nem találja azokat a témákat, amikkel érdemben ezt a feladatát el tudná látni. Márki-Zay Péter olyan ügyeket visz a baloldal közös miniszterelnök jelöltjeként, amelyek nem csak a jobboldalt idegenítik el, de még a baloldali szavazótábort is elbizonytalanítják, fogalmazott az M1-en Rotyis Bálint. A Nézőpont intézet elemzője hozzátette, a miniszterelnök jelölt kijelentései miatt elvesztette az összhangot saját elf barátaival is. Gyakorlatilag a baloldal egy csapdahelyzetbe kormányozta magát, és ebből a szorult csapdahelyzetből kell nekik most a lehető legjobbat kihozni. Talán nem véletlen, hogy egyre többen vannak a baloldalon, akik már egy esetleges vereségre készülnek, azzal a tudattal próbálják magukat pozícionálni, hogy egy esetleges vereséget hogyan tudnának politikai értelemben túlélni. Az előválasztás óta lankadni látszik az ellenzék lendülete. Az októberben kimutatott Holt verseny után decemberben a teljes szavazókorú népesség körében 5% pontnyi a Fidesz előnye, derül ki a Medián legfrissebb kutatásából. A szavazókorú népesség 63%-a arra számít, hogy újra a Fidesz nyeri a választást, még az ellenzéki listát támogatók 32%-a is így gondolja.